Így hangzik Isten igéje. És kivesztette Jósiás király az ördöngősöket és a titokfejtőket, a teráfokat és a bálványokat, és mindazokat az utálatosságokat, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvénybeszédit, amelyek megvalának írva a könyvbe, amelyet Hilkia pap talált meg az úrházában. Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből, és teljes lelkéből, és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint, de utána se támad hozzá hasonló. Jósiás király beleszületett egy olyan vallásos rendszerbe, ahol ugyan nagyon sokan uramuramoztak, de tele volt a templom is, a város is, az ország is mindenféle bálványokkal. Voltak ördöngősök, titokfejtők, Baál követők, Astarót követők, bevitték az Astarótot a templomba, odaállították, ahol a szentek szentje is volt, és az emberek nagyon messze kerültek az Úrtól. Izrael ketté szakadt, külön volt Júda, külön volt Izrael népe, magaslatokat építettek, az ég összes seregének szolgáltak és imádták őket, a holdat, a napot, a csillagokat, és mindent, amit a környezetük és a környező népek imádtak. És akkor történt valami. A templomban Hilkia volt a főpap, és megtalálta a könyvet. Megtalálta Isten igéjét, amely egészen másról szólt, mint amit egész Júda népe megélt, amit ez egész Izrael csinált. Ott volt Isten igéje a templomba, Isten házába, és mégis nemzedékek nem jutottak hozzá az igéhez. Családok úgy éltek, hogy nem Isten igéje volt a középpontban, nem Isten igéje szerint teltek a napjaik, és úgy tartották az Isten tiszteleteket is, hogy nem volt ige központú. Hogy lehet, hogy sem a papok, sem az írástudók, sem mások nem találkoztak Isten igéjével, és csak egy nehéz időszak elmúltával került elő az ige. Testvérem, engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a te életedben Isten igéje van a központba. Megkérdezhetem, hogy a te családodban ige szerint éltek? És vajon itt a gyülekezetben az ige szerint zajlanak a dolgok? Mert hogy tragédiához vezet az, egy népnek a szolgasorba kerüléséhez és elvesztéséhez, ha nem az ige, hanem a környezetünk befolyásol bennünket, ha nem az Isten beszéde, hanem a társadalmi szokások, a mások elvárásai, a környezetnek való megfelelés. És amikor előkerült az ige, akkor nagyon komoly munka kezdődött el, hiszen az Isten igéjének a helyén Izrael életében a bálványok voltak.
elindult a megtisztulás. A változáshoz szükség volt a bűnbánatra. A király megszaggatta a ruháit, porba és hamuba, és kereste magát az Urat, és a bűnbánat útját, és teljes szívével megtért az Úrhoz. Meg kellett tisztítani elsősorban a szívüket, magának, a királynak is szüksége volt egy belső megtisztulásra, amit ő igényelt is. Aztán a papoknak is szükségük volt egy komoly megtisztulásra. Itt egy nagyon kemény munka kezdődött el. A magaslatok papjait a magaslatokon föláldozták, szétszórták a csontjaikat, és begyűjtötték a Lévi fiait, begyűjtötték Áron papnak a fiait, és a papok együtt keresték az Urat. Mindent leromboltak, ami nem Isten dicsőségét szolgálta. A templomból kihorták a Astarótot is, egyéb bálványokat is, azokat porrázózták és szétszórták őket. A magaslatokat lerontották, és mindazt, ami az Úr igéjével ellentétes volt, azokat az utálatosságokat mind elpusztították. A mi életünkben is azért nincs ott az Isten igéjének az ereje. Azért nem Krisztus központú, mert megtűrjük benne a bálványokat. És bár az Úr kiválasztott és elhívott bennünket, hogy szolgáljuk őt, és hordozzuk Isten igéjét a pogányok között, hiszen Izraelt is erre hívta el az Úr, és választotta ki, de a bűn és az ünneplés együtt nem fér össze, a tiszta és a tisztátalan, és választani kell, hogy hajlandó vagyok-e lerontani a bálványaimat, szétszórni őket, elszakadni tőlük, és ragaszkodni egyedül az Úrhoz. Nagyon sok helyen kicsit szeretik az Urat is, meg egy kicsit mást is, de az Úr egyre messzebb és egyre távolabb van. És Isten ítélete lesz az életünkben. Nem tudjuk, hogy miért történnek azok a dolgok, amik aztán érzékenyen érintenek bennünket, de az Úr nem törte el Izrael népe között sem a bálványimádást és az egyedül örökké élő Isten imádatát. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. Miután lerontották a magaslatokat, helyreállították a templomot, és csak a Szentek Szentje volt. Csak az Úr volt, és nem volt mellette más Isten. Vajon mi engedjük-e, hogy Isten szent lelke rámutasson az életünk bálványaira? Engedjük-e, kívánjuk-e azt, hogy az Úr helyreállítsa az életünkben az Isten tisztelet rendjét, hogy az életünk Krisztus központú lehessen? És ha a Krisztus van a középpontban, akkor az életünket Isten igéje szerint fogjuk élni. Jósiás teljes szívéből megtért az Úrhoz.
Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből, és teljes lelkéből, és teljes erejéből. Mózesnek minden törvénye szerint, de utána se támadott hozzá hasonló. Azon gondolkoztam, hogy milyen egyszerű is volt akkor is a megtérés, és milyen egyszerű most is az Istenhez való megtérés. Teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből odaadni az életemet az Úrnak. Nem mást követni. Vajon készek vagyunk-e mi erre? Vajon hajlandók vagyunk-e az Úrral megújítani a szövetséget, hogy Isten dicsősége látható legyen az egyéni életünkben, hogy látható legyen a családunk életében, hogy látható legyen a közösségünk életébe, és talán akkor majd látható lesz abba a társadalomba is, abba az országba is, ahol élünk. Jósiás idejében lehetetlen volt nem észrevenni, ami történt, hiszen leromboltattak a magaslatok, leromboltattak a bálványok, és egyedül Isten háza és temploma volt, ami hatalmas erőt jelentett Júda népének. Mi az, amire készen vagyok? Az Úr egy lehetőséget adott akkor Jósiás királynak, a főpapnak és a környezetének. Előkerült Isten igéje, és az ige elvégezte az ő csodálatos munkáját. Testvérem, olvastad máma a Bibliát? Megtaláltad a Bibliádat? Vajon volt személyes üzeneted, amin keresztül az Úr valamit el akar benned végezni? Az Úr nem erőltette senkire sem rá az igét. Ott volt a templomba a számomra rejtély, hogy miért is nem találták meg. Nagyon sokszor minden más fontosabb, mint Isten igéje. Nincs időnk rá, aztán el is felejtjük, és aztán már nem is érezzük a hiányát. Az ige nem tud bennünk munkálkodni, mert mi magunk utasítjuk el. Isten igéjét szomjuhozni kell, és ha az ember vágyik megismerni Isten akaratát, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy az ige életté lehessen bennünk, és hogy az életünk az ige mértéke szerint folyhasson. Egyszer megkérdezték egy embertől, hogy ha csak egy hátizsákot vihetne magával, és menekülni kellene, akkor mik lennének azok a dolgok, amiket fontosnak tart, hogy bekerüljön a hátizsákba. És azt mondta, a legelső és legfontosabb a Bibliám lenne. Mert ha Isten igéje velem van, akkor az Úr mindig meg fogja mutatni az utat, amelyen járnom kell, és akkor minden ott van. Csodálatos módon helyreállt Jósiás király idejében Júda népe. Csodálatos módon helyreállt a templomba az Isten tisztelet. Csodálatos módon helyreállt a családokban Isten szeretete. Ma mi mire vagyunk hajlandóak és képesek? Az Úr téged és engem is megszólít. Milyen jó, hogy ő adta az ő igéjét nekünk.
És milyen csodálatos dolog az, hogy nem csak olvashatjuk, hanem megérthetjük, mi az Isten igéje. Csak most már véghez kell vinni.